Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti vendégem Kádár Gabriel, lasszobrász, keramikus művész. Általában az ilyen művész emberektől meg szokták kérdezni nagyon okos műsorvezetők, hogy hát ez most hivatás, vagy inkább szakma. Én ezt nem szeretném föltenni, mert szerintem egyértelmű, hogy azért hivatás, hiszen éjjel-nappal ezzel kelsz, fekszel. Inkább azt a kérdést tenném fel, hogy mit tartasz inkább vonzónak? Átadni a tudásodat fiataloknak, gyerekeknek, vagy inkább alkotni? Mind a kettőt. Mert az alkotáson keresztül is azt gondolom, hogy tanítok, vagy legalábbis amit tudok, azt átadom, és ugyanez van az oktatásban is. Csak azért teszem fel ezt a kérdést, mert tudom rólad, hogy sok gyereknek szoktál alkotó munkát, illetve művészetet oktatni. Ez miben merül ki? Hogy néz ki? Hogyan zajlik? Mondjuk tegyük fel, hogy én vagyok az, aki szeretne megtanulni egy kicsit jobban szobrászkodni, akkor hogyan kezdenél neki? Hát eljönnél hozzám, először is összeismerkednénk. Nekem nagyon fontos az, hogy a barátságban legyek azzal, akivel majd együtt fogok dolgozni, legyen az gyerek vagy felnőtt. Aztán, ha szimpatikus vagyok, akkor bevezetek a műhelyembe. Mindent megmutatok, hogy mik vannak, mit alkotok én, mit alkotnak a gyerekek, már ami tőlem otthon van, azt meg szoktam mutatni. És ami nekem fontos az, hogy technikákat mutató, tehát hogyha azt mondod, hogy te szeretnél maradni, és szeretnéd ezt csinálni, akkor leülünk, és én adok neked lehetőséget, hogy mit kezdhetsz el, milyen technikák vannak. Ha van ötleted, legalábbis mindig így szoktam a tanítványaimmal, ha ötlettel jönnek, mert nagyon sokan jönnek, úgyhogy már ötletük van, akkor azt mondom, hogy jó, akkor azt mondja el nekem, hogy mit szeretne csinálni, mi az ötlete. Azt én elmondom, hogy milyen formában lehet megcsinálni, tehát mi az a technika, amit érdemes alkalmazni, és menet közben hagyom dolgozni, és csak akkor szoktam, tehát belenyúlni soha nem nyúlok, csak akkor, hogyha látom, hogy nagyon gáz van, és akkor is rákérdezek, hogy megengedi-e, mert ezt nagyon fontosnak tartom a saját tapasztalatból gyerekként, hogy annyira utáltam, amikor belenyúlt a tanár. Tehát én ezt soha nem teszem, és akkor igazából 2 órát tart egy foglalkozás, úgy elrepül, mint a szélvész, tehát nagyon hamar vége van, mindig így állnak föl, és ez nagyon nagy öröm. Tehát nem tudom, az, ami nekem nagyon fontos ilyenkor, hogy megérezze azt, amit én érzek, amikor alkotok, hogy micsoda örömet ad. Amikor művészetről beszélünk, akkor szokták azt emlegetni, hogy árspoétika, vagy olyan művészi látásmód. Én többnyire filmezek, tehát azt szoktam csak, az is képekkel való munkát jelent. Azt szokták mondani, hogy ugye hát képekben kommunikálni. Most ugye a szobrászat is valamennyire azért hasonlít, csak ugye 3D-ben. Hogyan látod ezt? Vannak tényleg ilyen meglátásaid, vagy művészi attitűdöd? Hát nekem teljesen az van, hogy az érzelmet átviszem anyagba, tehát formába, formát adok neki. És azért nehéz, amikor azt kérdezik, hogy meséljek a szobraimról, nem tudok róla mesélni, tehát itt mindig elakadok, hogy mondom, hogy non-figuratív, ami nem sokat mond. Sok embernek csak annyit, hogy nem tudom felismerni, vajon mi az, ami ott van. De hogy az érzelmeimet teszem bele az anyagba, és akkor azt úgymond megmutatom a világnak. Sokszor nem tudja az ember elmondani, és nekem a szobrászat olyan, amikor nem tudnám elmondani, de a szobor elmondja helyettem. Belegondolsz ilyenkor abba, hogy a befogadó az hogyan reagál a te alkotásodra? Tehát hogyan tudja ténylegesen befogadni, meglátni azt, amit te esetleg éreztél, gondoltál? Ő akkor azt át tudja venni? Vagy ez téged akkor, amikor alkotsz, nem foglalkoztat még? Nem foglalkoztat. Olyan, amikor alkotok, az nem olyan, mintha egy ilyen csatorna lennék. Most komolyan van, döbbenetes az egész, akkor hihetetlen élmény. Tehát én ezt tényleg a szerelemhez tudnám hasonlítani. Tehát valami olyan önátadás van olyankor, hogy megszűnik az idő, a tér, minden megszűnik, hanem benne vagy, és csinálod, és akkor egyszer csak készen van. Nekem volt, amikor sírhatnék, amikor kész lett, és olyan annyira nagy örömet ad, és ezért, amikor kiviszem mondjuk kiállítás, amikor már van egy anyagom, elviszem, akkor ott már a számomra nincs jelentősége, például, hogy tetszik-e vagy nem. Az nagyon fontos, hogyha kérdeznek, vagy látom, hogy érdeklődnek iránta, el is volt olyan kiállításom, ahol körbevezettem őket, és mondtam, hogy mit éreztem is. És van, amikor ugyanaz a szobor az másik emberbe azt váltja ki, van, akiben meg teljesen mást vált ki. És ez is szerintem ez is ennek a szépsége, hogy mindenki jön valami háttérrel, és azon a hátteren keresztül tudja látni azt, amit én megmutatok neki. Vannak visszatérő témáid, amiket folyamatosan feldolgozol?
Hát ez ilyen, nem tér vissza, de inkább azt mondom, hogy voltak időszakok, amikor foglalkoztattak bizonyos dolgok. Inkább ez így van, hogy amikor ugye három gyerekem volt, akkor nagyon az anyasság, meg ez a, hogy ennek a megmutatása, a megélése, a női mi voltomnak a megélése. Volt ilyen időszak. Aztán most, ami van, most valahogy ez a, nem tudom, tovább lépte már, gondolom a koromból adódóan is az, hogy miért vagyunk itt. Nagyon foglalkoztat a szellem, a lélek, az anyagnak az egysége, hogy én most a következő kiállításomra így dolgozom, hogy ezt szeretném formában valahogy megmutatni, szinte megmutathatatlan, de valamilyen ezek szerint mindenképpen kell valamilyen koncepcióra fölfűzni azokat, amiket csinálsz, hogy ha nem is kell, de célszerű, különben nem nagyon lehet összefogni. Igen, mert akkor összpontosítasz egy témára, és akkor azon forogsz. Uh-huh. Tehát nagyon, én nekem, ami nagyon segít, az, hogy kimegyek, át szoktam sétálni Normafára itt az erdőn keresztül. Hát ez egy varázslat, mert ugye ott vagy, csendben vagy, és akkor ezek így jönnek föl, ezek a gondolatok is, ezért nem is szeretek másokkal menni, mert nem szeretem, hogy beszél valaki olyankor mellettem, mert az pont az a lényeg, hogy csendben vagy, és teljesen bemész. Elég hülye kérdés, hiszen te tanár ember is vagy ilyen formán, pontosabban oktatod a művészetet. De szerinted tanítható, vagy tanulható a művészet, a művészi látásmód, vagy csak a technikákat lehet átadni? Hát, én nem tudom, én annak azt gondolom, hogy a technikák vannak, mert mindenki egy egyéniség, egy külön személy, tehát megtaníthatnak nekem dolgokat, de biztos, hogy te is hallottál erről, hogy elmegy egy főiskolára, valaki egy egyetemre, és aztán kijön, mint valakinek a kis másolata. És én ennek nem vagyok a híve. Hogy ennek, hogy most én látok így dolgokat, ez az én látásmódom. És az, hogyha ő máshogy látja, az nem azt jelenti, hogy ő vagy én, bármelyikünk rossz, hanem mindenkinek, szerintem ez egy szabadság. Ezért a technika inkább. Hogyan kezdődött nálad az? Nyilván ezt már sokszor feltették, ezt a kérdést, de igazából tehát a szabadságot megéled, az érzelmeidet kiadod. Feltételezem, hogy nagyon korán indult benned ez az alkotási folyamat. Tehát gondolom gyurmáztál gyerekkorodban, vagy ilyesmiket próbálok elképzelni. Tehát, hogy hogyan indul azért, hogyan válik szó szerint kézzelfoghatóvá az, hogy valakinek affinitása van erre a pályára? Hú, hát ezt nem, én gyerekként nem kerültem agyak közelébe. Viszont nekem a rajz az egy ilyen mencsvár volt. Ja, az unalmas matek órán firkálgatom a... Az is volt például, az nagyon jó volt, igen. Tehát az volt egy olyan, ahol szintén be tudtál vonulni. Tehát ezt nagyon szerettem ezeket mindig is csinálni, és aztán 25 évesen, tehát a magáért, a művészetért oda voltam. Ezért ha mentünk valamerre, hát engem ott felejtettek például a múzeumban, osztálykiránduláson, mert nem, és komolyan mondom, nem vettem észre, hogy mindenki eltűnt, mert egy szobor annyira tetszett. De azt jelenti, hogy a klasszikusok iránt is akkor a... Igen. Igazából én nekem ez ilyen válogatás nélküli, tehát van, ami ebben ragad meg, és nem úgy, hogy vannak ilyen zenész, valaki mondják, hogy ez van egy zenész, és akkor minden számát szereti, én nem. Lehet, hogy csak a tőle egyet, tőle kettőt, és ugyanez van a művészetben is, hogy valakinek ez a szobra, van akinek az a szobra, de el tud varázsolni, az biztos. Kritikus szemmel figyeled a többi művészt? Most nem feltétlenül kortársokra gondolok, hanem a régieket is akár. Tehát, hogy úgy nézed, hogy fú, ez milyen szépen van megformálva, de a művészi mondani valóját én nem is értem. Tehát, hogy próbálod beleképzelni magad régi művészek személyiségébe? Hát nem. Nem is tudnám magam beleképzelni, hiszen ő is egy másik személyiség, viszont van, aki nagyon megfog, nagyon megragad, és akkor azt nagyon megnézem, vagy vágyam van, hogy mondjuk elmenjek, és egyszer eljussak mondjuk Párizsba, és megnézzem Brancusinak mondjuk a műtermét, és szóval ilyen vannak, mert mondjuk, ha látom így képeken, akkor én is ezt az egyszerűséget, minél letisztult a dolgokat szeretem. Most olyan sok mindent összeolvastam, és most azt érzem pont, amit próbálok most megint a formához visszamenni, és hogy túl sok. Tehát, amikor le kell fejteni róla, hogy az eszenciája maradjon meg, mert akkor azt érdemes megmintázni, és ezért szerettem Brancusinak a munkáit, mert az olyan, hogy az úgy le van tisztítva, hogy már annál jobban nem lehet valamit letisztítani. Hát igen, művészek szokták egymást idézni, mert én sem tudom pontosan, ki mondta, de többféle forrásból is olvastam, hogy hát a művészet az nem más, és különösen a szobrászat nem más, mint hogy a felesleg eltakarítása. Igen. Igazából akkor te is úgy érzed, hogy ezt csinálod. És én így is dolgozom, hiába dolgozom agyaggal, úgy dolgozom vele, mint kővel, ezért voltam egyszer egy ilyen táborban, ahol követ faragtunk, és nem volt problémám vele, tehát először voltam, egy hetet voltunk ott, és megfaragtam azt, amit szerettem volna, mert hogy ugyanígy dolgozok agyaggal, hogy lebontom. Uh-huh. Tehát egy nagy tömb fönt van, és akkor azt éppen bontom le. Ez mennyiben más, mint hogyha
másféleképpen csinálnád? Hát a barátnőm például felrakásos technikával dolgozik, ő is szobrász, és ő felrakásos technikával. Engem az olyan megkört, én is próbáltam, de úgy, tehát az annyira konkrétnak kell lenned, mikor már elkezded, hogy nekem az már, én nem vagyok konkrét, mikor elkezdem, akkor nekem még ott is kell szabadság. Tehát megvan a gondolatom, megvan már, hogy körülbelül mi az, amit szeretnék, de még ott is akarok neki engedni, hogy alakuljon azzá, amivé alakulnia kell. Van olyan, hogy elrontod, amit csinálsz? Vagy annyira az érzelmeid vezérelnek, hogy tényleg sosem nézel vissza, csak előre. Hát azt nem tudom elrontani, mert hogy ugye én alakítom menet közben, mindig mondom a tanítványának, hogy gyerekek, az a fantasztikus az agyakban, hogy itt nincs elrontás. Amit csinálod, csinálva van. És aztán utána mondani kell, egy olyat kell mondanod, hogy na most azt mondom, hogy befejezzem. Mert régebben, amikor kezdtem, akkor egyszerűen nem bírtam abba hagyni. De egyszerűen mondanod kell, és aztán lehet, hogy egy hét múlva visszanézek rá, és azt mondom, hogy még az itt lehetett volna rajta alakítani, és a régi munkáimra is nézek így rá, de akkor azt mondom, hogy akkor abban a időben, én pont abban az állapotban ott tartottam, és kész, és megyek tovább. Írók szokták mondani, hogy mennyire nehéz befejezni egy könyvet, és ezért jól el is húzzák, és akkor nem fejezik be, meg rossz a vége, és akkor hát maga, annyira szoros lesz a kapcsolata az írott alkotásra, ez nálad is így van? Egy-egy szobrothoz nagyon komoly kapcsolat fűz? Hú, az elején az így volt, tehát nem akartam egyiktől sem megválni. És aztán egy időben elkezdtem elajándékozgatni őket azoknak az embereknek, akik ilyen nagyon, tudjuk, az lejön, hogy most mondják azt, hogy jaj, de szép, vagy az, hogy ilyennyel volt tőle. És akkor azt mondtam, hogy magamban, hogy ez az ember, biztos vagyok benne, hogy neki érték lesz. Tehát nem fogják lekukázni, hanem azt tényleg olyan helyre fogja tenni. És akkor elkezdtem elajándékozni. Aztán, amikor jöttek a kiállítások, akkor már meg is vettek tőlem szobrokat, és akkor így van egy-két szobrom otthon, de soha nem engedem, hogy kiszorítsanak a lakásból, hanem egy darabig. Tehát kell nekem azért legalább egy évi nálam legyen. Csak ez egy picit ilyen ellentmondásosnak tűnik nekem, hogy ugye az elején azt mondtad, hogy hát nem azzal foglalkozol elsősorban, hogy ki mit gondol az alkotásodról, aztán most mégis azt mondod, hogy szívesen veszed azért, ha megvásárolják a szobrokat. Hogy van ez? Hát nyilván nem a pénzért feltételezem, mert azért, vagy hát az is benne van, gondolom. Nem. Tényleg meg lehet ebből élni? Nem. Tehát magából a szobrászatból nem tudnék megélni, magából az oktatásból nem tudnék megélni, viszont a szobrászatból és az oktatásból talpon vagyok. De nem vagyok, nincs autóm, vagy nem vagyok gazdag ember, de mondjuk szabad embernek, viszont szabad ember vagyok. Ez a művészi szabadság, hogy inkább, mert ugye hát el lehetne menni ugye multikhoz dolgozni, meg inkább... Nem, inkább azt mondom, inkább élek így, de úgy élek, ahogy én szeretnék, és azt csinálom, amit szeretnék, tehát én nagyon nagy ajándéknak érzem ezt, mert nagyon sokan nem tehetik ezt meg, vagy úgy érzik, hogy nem tehetik meg, mert le kell mondani bizonyos anyagi dolgokról. Nekem én nem érzem lemondásnak, mert jó így. Tagja vagy olyan alkotóközösségnek, ami rendszeresen összejár akár borozni, és akkor megvitatjátok, hogy milyen új projektek vannak folyóban, vagy inkább magányos farkasként vagy művész? Hát azért benne vagyok a Budaörsi Művészek Egyesületébe, de azért inkább lesz, de mindegyikünk magányos farkas valahol. Tehát azt mondom, a művész, ez a művészet, ez az élet, ez valahogy így működik, hogy összejövünk időközönként, de nem a szobrászatról és a festészetről, meg magáról ezekről beszélünk, hanem bármi másról. Somogyi Ferenc volt egyszer még korábban itt vendégem, talán a nézők is ismerik, ha esetleg nem, akkor majd bevágunk néhány képet az ő munkásságáról is. Ő is a szobrászatáról, illetve hát ő ugye hát fával, illetve nagyon elvarázsolt lányszobrokkal dolgozik. Hogyan beszélgettek egymás közt, mikor annyira látványosan más, hogy álltok az egészhez? Nyilván ő is teljesen más, hogy látja a saját művészetét, a tiédet is. Hogyan tudtok mégis megtalálni közös hangot? Hát nekem a Művészeti Egyesületben ő a barát, tehát nagyon jó barátom, és nagyon szeretem a művészetét. Állítottunk is ki Balaton szemesen együtt. Teljesen mások a szobraink, és nagyon érdekes volt különben. Tehát, hogy lehetett, különböző réteget vonzottunk. Tehát van, aki az ő szobraira volt inkább, van, aki az én szobraim inkább, ami érdekelte, de pont ez benne a klassz dolog. Tehát ő ilyen, én meg ilyen vagyok, de ettől függetlenül igazából egymásnak segítünk is azzal a beszélgetéseinkkel, de inkább ilyen, mikor volt egy ilyen mondás, hogy amikor azt mondta, hogy megcsinálsz egy szobrot, és már alig, hogy befejezted, azt hallod, hogy mikor csinálhatsz egy másikat, és különben tényleg így működik, és olyan jó, hogy egy ilyen ember a barátom, aki ugyanígy gondolkozik erről, hogy olyan örömét leli az alkotásban, nagyon szeretem a munkáit.
Hogyan tudod átadni ezt az örömet akkor a fiataloknak, visszatérve arra, hogy tényleg oktatod magát a művészetet? Hogyan lehet átadni valakinek azt? Mondjuk én vagyok az a fiatal, aki azt érzem, hogy béna vagyok, tehát nagyon szeretnék olyan, elképesztő jó lenni, de valahogy én azt érzem magamban, hogy nem sikerül, amit szeretnék, és így elkámpicsolodok. Akkor hogy adod át azt, hogy figyelj, hát örömmel és szabadulj fel, akkor hogyan tudsz valakit a helyes útra terelni, aki egy kicsit elveszti a reményt, vagy a bizalmát hát magában? Mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell a mások munkáját, mert van, hogy amikor valaki először jön oda hozzám, akkor hogy látja, hogy valaki már jobbat tudsz csinálni, mint ő, és akkor azt szoktam mondani, hogy figyeljetek ide, mindenki külön máskor született, tehát különböző korosztály jár hozzám, másféle ember, és hogy magában mindenki csodálatos magában, és hogy ne a máshoz mérje magát, hanem magához mérten, tehát amit te tudsz, ahhoz képest mindig csinálj egy picit jobbat, tehát törekedj arra, hogy örömet találj benne, és neked tetszen. Az első és legfontosabb az, hogy amit hazaviszel, te az büszkén vidd haza, és örömmel vidd haza. Úgyhogy azért akarok most nekik csinálni egy ilyen kiállítást májusban, és mondtam, hogy ti fogjátok kiválasztani, hogy mit szeretnétek, nem én. Tehát mi az az öt munka, amire te azt mondod, hogy ezt én szívesen megmutatom másnak, és erre én büszke vagyok, hogy ezt én csináltam. És ennyi. Tehát én nem mondom azt, hogy örüljetek, mert hát hihetetlenül örülnek. Tehát annyira jó, olyan, mintha gyerekeim lennének ők is. És nagyon sok gyerekem van úgy, aki most már felnőttként találkozunk, nagyon furcsa, múltkor is egy férfi köszönt rám, és hogy tetszik rám emlékezni, Gabi néni, és akkor nézem, hogy a szemére igen, de már annyira átváltozott, és nekem ez, ami a legfontosabb a gyerekek szempontjából, és mondjuk a felnőttekkel is ugyanígy vagyok, hogy érezze magát otthon. Tehát úgy jön oda hozzánk, hogy bejön, és jöjjön haza. És arra két órára felejtse rá, bármilyen gondja van, és érezze nagyon jól magát. És ezt látom, hogy ez megy is. Úgyhogy szoktunk olyat csinálni, hogy ez egy ilyen rendszer, hogy első órában dolgozunk, fél időben csinálok teját, egy kis szendvicset, vagy épp amink van otthon, és akkor eszünk, iszunk, és közben beszélgetünk egy kicsit, aztán folytatjuk tovább. Tehát nagyon fontos nekem, hogy érezzék, hogy el vannak fogadva, és hogy szeretve vannak. És amit csinálnak, az én biztos, hogy elfogadom. Mi a helyzet azokkal a fiatalokkal, akik mondjuk úgy mennek oda hozzád, hogy hát én New Yorkban szeretnék egy baromi nagy kiállítást, és én ebből szeretnék milliómos lenni. Azoknak úgymond letöröd az álmát, hogy ez nem túl valószínű, vagy ez lehetséges? Nem, soha nem törném le senkinek az álmát, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanár azt teszi, és azt nagyon rossz így hallani vissza, amiket a gyerekek így mondanak, hogy nem, hanem sőt van egy könyv, ami a... ilyen, nem tudom, hogy hirtelen a címe nem jut eszembe, de a lényeg az, hogy ilyen pozitív történetek vannak benne, és én nyáron a nyári táborban a gyerekeknek minden nap felolvasok egy pozitív történetet, és most azért jutott ez eszembe, mert abban volt egy ilyen, hogy a tanár mondta, hogy egyest kapott a dolgozatára az ember, vagy gyerek, még akkor gyerek volt, mert olyan nagy volt az álma, hogy a tanár azt mondta, hogy ez hülyeség, megvalósíthatatlan, és aztán elteltek az évek, és aztán kiderült, hogy megvalósít, tehát ő nem adta föl az álmát, bevállalta az egyesét, és aztán az életben be tudta bizonyítani, hogy igenis bármilyen álmot meg tudunk valósítani, hogyha hiszünk benne. És én ezt akarom nekik, mert igenis így van. Milyen a kortárs magyar szobrász szakma itt Magyarországon? Egy ilyen hivatalos kérdést így a... Hogy érzed ezt a dolgot? Hát vegyes. Én így érzem, hogy vegyes. Nem tudom, nekem nincs tévém, nincs rádió, mondjuk most pont jó helyen mondom, de tényleg így van, és hogy kicsit kivagyok ebből az egészből szakadva, de amit így hallok így az emberektől, mert még így is akkor is hallod a híreket, vagy bármit, jó ebből kint lenni, és én nem is akarom ezt követni. Hát ez témát is adna, nem? Hogy reflektálsz a világra, ugye a tévé, rádió, az internet, mocska, az végül is a művészetet akár tudná kicsit inspirálni is, nem? Nem akarok a mocsokkal foglalkozni. Pont az van bennem, hogy én azért is a tévé például 10 éve azért lett nekem abból elegem, mert hogy annyira tele volt reklámmal, hogy azt éreztem, hogy megfojt. És akkor azt mondtam, hogy nekem ez nem kell, hanem felmegyek a hegyre, vagy a kőhegyen szoktam sokat üldögélni, vagy bármi olyat csinálok, ami örömet ad, és nem akarok ebbe belemenni, amennyire lehet. Tehát amennyire lehet ki próbálom belőle magamat vonni, és a gyerekek, akik jönnek, vagy a tanítványok, épp ezért ők is olyankor arra két órára kivonódnak belőle. Tehát kvázi idézőjelben csúnya szóval kényszeríted őket arra, hogy a művészi kicsit elvonatkoztatottabb látásmódot magukra legyen. Semmit nem kényszerítek, mert ez benne a klassz, hogy oda azok jönnek, akiket ez érdekel. És úgyis csak azok maradnak, akiknek például úgy dolgozunk, hogy csend van. Nincs mondjuk semmilyen zene, vagy bármi ilyesmi, mert nagyon sok helyen ilyen, de hallom, hogy ilyen van. Hanem mi ott vagyunk, mondjuk beszélgetünk közben, tehát nincs az, hogy nagy csönd van, hanem beszélgetés az folyik közben, mert szerintem az kell egy ilyen, mint hogyha összejönnénk
vagyunk így egy ilyen baráti társaság, és közben meg dolgozunk. Miket szoktak kezdésképpen alkotni a fiatalok? Hát, hogyha most... Tehát, hogy ott egy alma is, akkor azt, vagy most mondtam egy ilyen példát. Az alma az egyébként így a szobrász esetében nem túl jó példa, mert ugye ez a festészetnél volt valaha jó. De egyébként, tehát modell alapján esetleg, vagy nem, hogyan? Nem? Nem. Én most főleg inkább gyerekekkel foglalkozom, felnőttek egy-kettő van, most nincsen sok. Az egyik például mindig törpét csinál, úgyhogy ott nagyon van olyan, vannak könyveim, meg van egy ilyen modellem, amit mondjuk felhasználhat, hogyha éppen akar, de egy pont az arányoknál nem tudnánk valamit kezdeni. Nem. Igazából most teljesen a fantáziára van bízva, hogyha meg valamit konkrétan szeretne csinálni, akkor veszek elő könyveket, és akkor nézzük azt, hogy mi az, amit a Barcsénak az anatómiája, tehát hogy akkor nézzem meg. Én ezt akartam kérdezni, mennyire van ez a, hogy is mondjam, tehát, hogy ilyen iskolaszerűen, ugye azt szokták mondani, hogy Picasso nagyon jó, és nagyon is jól tudott portrékat festeni, de mégis ugye hát elindult a kubizmus meg stb. Felé. Te megtartod azt, hogy igenis kell egy szobrásztanulónak megtanulnia valójában mondjuk egy Dávid szoborhoz hasonló alakot megcsinálni, vagy inkább a szabadon engedés mellett vagy? Hát mivel, hogy én egy ilyen foglalkozást, itt ez nem egy iskola rendszer. Tehát azt mondom, hogy ha most én itt a fiataloknak megmutatom ennek az örömét, ennek a szeretetét, és ő úgy dönt, hogy ő ezt szeretné folytatni, és tovább megy, ott úgyis az fog következni. Tehát azt mondom, hogy én alapot adok nekik ahhoz, hogy megismerjék, lássák, olyan jó visszahallani. Azt hiszem, hogy beszélek nekik, hogy mit a használatról, és akkor jön valami új gyerek, és akkor hallom tőlük, hogy ők mondják a szavakat, használják, és mondják, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy csendben dolgoznak, és közben meg mégis figyelnek rád, és hallják, amit mondasz, és ez olyan jó. Vannak olyanok, akik később aztán a diákjaid közül látható eredményeket értek el a szakmán belül? Szakmán belül, hát ugye ez is olyan csúnya szó. Nem baj, de nem maradtak itt. Tehát az érdekes, hogy nem lett egyikből sem mondjuk kerámikus. Viszont akik tovább mentek, azok tudták hasznosítani az életük során. Tehát ahogy találkozunk, azt az örömet például. Meg az, hogy koncentrálj valamire, amit meg szeretnél csinálni. Tehát de nem kell mindenkinek mondjuk kerámikusnak vagy szobrásznak lenni, hanem kapnak egy... Mi a különbség a kettő között? Így a beszélgetés szinte legvégén megkérdezem, hogy mi a különbség? Mi a meg kézzelfogható különbség? Én azért mondom így, azért szoktam ezt, hogy kerámikus vagy szobrászkerámikus vagyok, mert hogy a kerámiából csinálom a szobraimat. De ha csak kerámikusnak mondanám magam, azok inkább főleg iparművészeti dolgokat csinálnak. Kvázi tányérok, egyebek, amik ugye... Azért, mert meg is ijedtem, hogy kerámikus, hát végig szobrokról beszélünk, de akkor jó helyen kapizsgálok, ugye azért, mert hogy abból készül. Zömében mondjuk vannak bronzszobraim is, de az mondjuk kevesebb az, hogyha az, aki mondjuk rendelés, neki van rá pénze, akkor szoktuk. Igen, ezek a szobrászatban nagyon az anyag az egy nagyon fontos tényező, ugye, hát ugye nemes egyszerűségben, mert drága sokszor. Na, az a bronz az valami hihetetlen, tehát vannak bronzszobraim, de azért, mert a rendelő azt szerette volna, és akkor azt már ő rendezte. Most végig gondolom, több kollégád is volt, kollégát, nem tudom, ismered, de Szőke Gábor Miklós volt még itt korábban, aki fa szobrokat készít állatokról. A Fradi stadion előtt volt egy sas, amit ő készített, és őnála beszélgettünk arról még, hogy mennyire drágák az alapanyagok, csak így a bronzról jutott eszembe. Igen. Hol lehet téged elérni, hogyha esetleg fiatal vagyok, és engem megihlet a szobrász művészet, és szeretnék hozzád elmenni? Hát Budaörsön a Baross utca 48 szám alatt van a műhelyem, oda bárkit szívesen látok. A Facebookon most már mindenki fönn van, úgyhogy most én is ott én is fönn vagyok, és akkor aki szeretne tényleg eljönni, nagyon mindenkit szívesen látok, és szívesen megmutatom, ha csak érdeklődési szinten jön, akkor is szívesen megmutatok mindent. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és a nézőknek is köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra! A műsor helyszínét a budaörsi Aromi étterem biztosította.